város legfontosabb eseményeinek összefoglalóját, a Pécs TV híradóját látják. Köszöntöm nézőinket! Soros ülését tartotta ma az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság. Ezen a fő napirendi pont az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló rendelet tervezet véleményezése volt. Az önkormányzat ígéretéhez híven az eddig felfüggesztett és várhatóan újra életbe lépő támogatási rendszert visszaállítja. Ezért nem módosításokat eszközöl, hanem egy teljesen új rendeletet alkot. Akkor kényszerlépésben voltunk, hiszen 150 millió forint állt rendelkezésünkre, és a 217 millióval szembe, tehát mindenképpen módosítanunk kellett a rendeletet. Azóta találtunk új forrásokat, megértettük, és együtt érzünk azokkal a családokkal, akik a télnek úgy mentek neki, hogy nem volt lakástámogatás, lakásfenntartási támogatás. Ezért úgy gondoljuk, hogy egy új rendeletre van szükség, amely rendelet az aktív szociálpolitika felé mozdítja el az eddigi szociálpolitika intézkedéseket. Az új szociális ellátásról szóló rendelet tervezett, majd 3000 családot érint a városban, és a költségvetésből körülbelül 15-20 millió forintot fordítanak a pénzbeli támogatásokra. Rendkívüli gyerekvédelmi támogatás, a lakásfenntartási támogatás és a méltányosság ügyekben ezután már a központok tudnak segítséget nyújtani rászorultaknak, főleg azért, mert jön a karácsony és a tél. A természetbeni támogatások a Vöröskereszt pécsi csoportjával együttműködve ruhanemű és ételcsomagok formájában jutnak el a rászorulókhoz. Az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság a tervezetet második alkalommal tárgyalja, és november 18-án kerül a közgyűlés elé. Amennyiben ott elfogadják, egy része azonnal hatályba lép, másik része pedig január 1-től jelent majd változásokat. Ma ülésezett a város költségvetési bizottsága is. A napirendi pontok között szerepelt többek között a Zsolnai Porcelángyár RT iparűzési adó ügye, illetve célszervezetek iparűzési adó mentességére irányuló kérelme. Tárgyaltak a képviselők az ebből az adónemből befolyt összegek alapítványi támogatásra fordításáról is. Szerepelt a pontok között a város csapadékvíz csatornáinak építési többletköltsége, valamint előterjesztés hangzott el az önkormányzat részvételéről a hivatásos sportolókat foglalkoztató sportklubok gazdálkodásában. Miguel Ángel Moreta úr, a spanyol nagykövetség kulturális és oktatási tanácsosa, pécsi látogatása során a Pécsi Magyar-Spanyol Társaság klubestjén tartott előadást. A tanácsos egyebek mellett a két ország kapcsolatáról és a Spanyolországban található arab műemlékekről beszélt. Miguel Ángel Moreta tanácsos úr andalúziai süteménnyel érkezett a Pécsi Magyar-Spanyol Társaság összejövetelére. Az arab tradíciókkal készült roszkó fűszeres illatának nehezen tudtak ellenállni a jelenlévők. A tanácsos úr 7 éves marokkói tartózkodás alatt szerzett édességekhez fűződő vidám emlékeivel indította a beszélgetést. Emellett reményét fejezte ki, hogy a két tannyelvű oktatási intézmény Budapest-Debrecen után Miskolcon, Szegeden és Pécset is létrejöhet. Nagyon pozitívan értékelem ezt a látogatást, főleg azért, mert lehetőségem nyílt az önkormányzat oktatásért felelős szakembereivel tárgyalnom arról, hogy itt Pécsett pár éven belül beindulna egy két tannyelvű spanyol oktatási forma. Ezzel egy olyan nyelvet sikerülne itt meghonosítani a városban, amit a világban nagyon sokan beszélnek, mint egy 300 millióan. Most indul el egy olyan kis mag, aminek a születésénél lenni és bábáskodni nekünk egy nagy-nagy ünnep. Mindenképpen a tavaszi időszakban döntést kell hozni, akár igen, akár nem. Remélem, hogy igen lesz a közgyűlésnek a döntése, mert egy országos kampányt, legalábbis dél-dunántúli beiskolázást szeretnénk, hiszen abban az esetben lehetne itt olyan képességű, felkészültségű és szándékú diákokat összehozni, akikkel érdemes egy ilyen képzést beindítani. A klubesten Miguel Ángel Moreta tanácsos úr jelenlétében köszöntötték Nagy Sándort, a Nemzetközi Brigád egykori tagját, aki 1938-ban Spanyolországban harcolt. A Hajnóci József Kollégiumban a hét elején kezdődött és csütörtökig tart a Hajnóci Napok 99 rendezvénysorozat. Ennek keretében az elsős diákok vetélkedő mérték össze tudásukat. A versenyzők ezúttal a közelgő millenniumhoz kapcsolódó helytörténeti ismereteikről adtak számot.
A Hajnóczi József kollégiumban közel 700 a város valamennyi középiskoláját képviselő diák lakik. Évek óta megrendezik számukra a Hajnóczi napokat, amikor is kiki választhat a bőséges kulturális, sport és tudományos program közül. Több éve rendezzük már a Hajnóczi napokat. Én azt gondolom, hogy nagyon jó eszköz arra, hogy a minden évben újraérkezőket egy kicsit igazi hajnócissá szocializáljuk ezzel a rendezvényel, jó eszköz erre. A nevelőtanárok szeretnének segíteni abban is, hogy az elsősök jobban megismerjék azt a várost, ahol az elkövetkező években tanulni fognak. Ezért évek óta rendeznek számukra a helytörténeti vetélkedőt. Lesz egy feladat, a Pécs történelmével kapcsolatos feladat, lesz egy videós feladat, amikor Pécs nevezetességeit videóról fogják látni a diákok, lesz egy feladat, amely arról szól, hogy vaktérképen be kell jelölni Pécs nevezetességeit. Lesz egy olyan feladat, amikor fel kell ismerni képeket, amelyek pécsi múzeumokban láthatók. Tetszett az ötlet, olyan egyéni. Végül is sok mindent meg lehet tudni a Pécsről és a történelmi jelentőségű város. A győztesek jutalma egy Pécset bemutató könyv és egy térkép lesz. A Maple számítógépes nyelvhez írt automata elméleti csomagot mutatták be ma a Janus Pannonius Tudományegyetem Bollák Mihály műszaki főiskolai karán. Az elméleti előadást a csomag megalkotója dr. Maróti Ferenc tartotta. A számítástechnika folyamatos fejlődésben van. Ezt nem csak a számítógépet otthonukban használók, hanem a szakemberek is érzékelik. A Maple program szintén gyakran megújul. A Maple egy olyan számítógépes szoftver, aminek a segítségével szimbolikusan tudunk dolgozni. Képleteket tudunk vele írni és szerkeszteni, szemben azokkal a hagyományos rendszerekkel, amelyeket numerikus rendszereknek hívunk, mint a Pascal vagy a C-nyelv. Kik azok, akik ezt a programot, ezt a szoftvert használják? Hát elsősorban tudományos kutatók, oktatók, akik arra tudják használni ezt a szoftvert, hogy a saját szakterületüket szemléltessék, egy kicsit mélyebben bemutassák. Az oktató kezében tehát a Maple a szemléltetés eszköze, a hallgató viszont leülhet eléje és gyakorolhat vele. Megismerheti a matematikai fogalmak belső tulajdonságait, kísérletezhet tapasztalatokra, tehet szert. A hallgatók Maróti György előadásából a Maple szoftver legfrissebb újdonságait ismerhették meg, hiszen a programozó az általa készített automata elméleti csomagot ismertette. Büszke vagyok, hogy épp itt Pécset mutathatom be ezt a fejlesztést. Az újdonsága abban áll, hogy eddig nem volt most meg elkészült, leginkább. Ugye? Tehát úgy kell érteni, hogy most a matematika egy új területe lesz bevonva, vagy kerül ebbe a mépölös szimbolikus körbe. Az automata elmélet egyébként egy olyan területe a matematikának, ami az ilyen véges állapotú gépeknek, ha úgy tetszik, a számítógépek matematikai modellezésével foglalkozik. Remélhetőleg az informatikus hallgatóknak tartott előadásból az átlag emberek is profitálhatnak majd. A Cipernovszki szakközépiskola évek óta részt vesz az ifjúsági emberi erőforrás fejlesztési programban. Az ennek révén elnyert jelentős FAR támogatás egy részét a továbbképzésre fordították, de berendeztek egy olyan csúcstechnológiát képviselő számítógépes termet is, amelyet egyszerre használhat egy egész osztály. A program most második szakaszához érkezett. A Világbanki program úgynevezett A komponense indul 2000 szeptemberében a Cipernovszki szakközépiskolában. A bonyolultan hangzó, de lényegét tekintve egyszerű, kompetencia alapú moduláris tanterv alapján. Az a lényege, hogy az itt megszerzett tudás egy adott szakmacsoporton belül, például ipari elektronika, ugyanazt jelentse Hollandiába, Angliába vagy Németországba. Vagyis egyszerű módon fogalmazva, a itt megszerzett technikusi oklevél tartalma ugyanaz legyen, mint egy holland iskolába megszerzett technikusi oklevél tartalma. Mindehez a tantervet szakcsoportonként üzemi gyakorló szakemberek, pedagógusok készítik, azok után, hogy kikérték közel 120 vállalkozó véleményét arról, mi az a valójában használható tudás, amire szüksége lehet a tanulóknak akár nemzetközi porondon is. Ehhez 30-40 milliós eszközfejlesztésre is számíthatnak egy év alatt. Az oktatók is készek a program indítására. Az én véleményem is, ez személyes vélemény az, hogy a magyar tanároknak a tudása az sokkal magasabb, mint az Európai Uniós átlag.
Valószínű, hogy szervezési kérdésekben viszont nem vagyunk olyan helyen, ahol kellene, és azt hiszem, hogy ez a program, amit most csinálunk, ez próbálja megoldani pontosan ezeket a hibákat. A diákok is várják már az új lehetőséget. Pontosnak tartom, hogy esetleg külföldön el tudjak helyezkedni, és ez egy ilyen bizonyítvány biztos, hogy a feltétel is. Szerintem ez egy érdekes kihívás, és én olyan lehetőség és módom nyilván mindenképpen kipróbálnám ezt. Most beszélnek az Európai Unióba való belépésről, és azt hiszem biztos nagyobb sikereket lehet elérni, hogyha egy nemzetközi bizonyítvánnyal rendelkezem. Ebben az oktatási formában azok a diákok is részesülhetnek majd, akik már megkezdték tanulmányaikat, akár másik intézményben is, hiszen a modulok egymásra épülnek és átjárhatóak lesznek. A mozgássérültek vagy mozgásukban korlátozottak közlekedése sok közintézményben még mindig nem megoldott. A legkomolyabb gondot többnyire a lépcsők jelentik. Pécset az önkormányzat segítségével egy iskolában, a Társiban most megoldódott a probléma. Megérkezett a T08-as lépcsőjáró berendezés a Társiba. 18 pécsi képviselő pártállástól függetlenül évi keretösszegéből vásárolta meg a liftet, így könnyebbé vált az integrált nappali szociális intézmény mozgáskorlátozottai számára az iskolába járás. Mit szólsz ehhez az új géphez? Hát talán így mi is tanulhatunk együtt többi diákkal, mert nagyon fontos számunkra az, szinte nekem lételemen, meg a Zsófinak is, hogy együtt tanuljunk a többiekkel. Minden probléma megoldás, akkor az ember megkönnyebbülést és örömet érez természetesen is, és különösen egy ilyen súlyú kérdésnél, amikor gyermekeknek, más helyzetben levő gyermekeknek a problémáján tudunk segíteni. A kezdeményezés példaértékű Pécs városában, hiszen a középületekben megoldatlan, sőt az utcákon is megoldatlan a mozgássérültek közlekedése, és ez egy úttörő megoldás lehet ebben a városban. Nagy megkönnyebbülés, hogy végre nem lesz akadály, vagy hát kevesebb lesz az akadály az én feljutásomhoz, meg hát a mozgássérültek feljutásához. Nem furcsa, nincs egy picit félelemérzeted? De, van egy kicsit, de majd megszokom, remélem. Az 1998. március 16-án elfogadott esélyegyenlőségi törvény az akadálymentesítés tekintetében a közintézmények fenntartóitól 2005-ig várja az épületek tolókocsis közlekedése való alkalmasátételét. A tömegközlekedési eszközök határideje 2010. Most pedig néhány hír röviden. Ülésezik holnap városunk önkormányzatának közgyűlése. A téma a PTÁV Kft. Tőkeemelése lesz. A munkáról természetesen holnapi híradásainkban beszámolunk. A Nyugdíjasok Egyesülete Pécs péntekre hívta össze a jubileumi küldött értekezletét. Délelőtt 10 órakor a megyeháza dísztermében megemlékeznek az Egyesület 10 éves tevékenységéről, majd megválasztják a jelölő bizottságot. Vándortárlat keretében Pécset tekinthető meg az országos bűnügyi kiállítás. A híres bűnesetek, bűntárgyak és nyomozási segédeszközök mellett a látogatók képet kaphatnak a bűnüldözés eltelt évtizedeiről is. Ezekről az eseményekről későbbi híradásainkban természetesen részletesen is beszámolunk majd. Önök a város legfontosabb eseményeinek, híreinek összefoglalóját, a Pécs TV híradóját látták. Köszönöm a figyelmüket, maradjanak velünk továbbra is, hiszen rövidesen lapelőzetessel és időjárás jelentéssel folytatjuk a hírórát. Törvénytelen kábeltévék. A fogyasztóvédelem szerint a nézők megkárosításának számít, ha a kábeltévés társaságok a lakosságra terhelik az egyébként kötelező modernizáció költségeit. A labból kiderül, hány társaság működik a megyében engedély nélkül, és mi vár azokra, akik illegálisan nézik a kódolt csatornákat. Sok az elvándorló a megyéből. Az elmúlt 5 évben 5-7 ezer között mozgott azoknak a száma, akik elhagyták Baranyát. A távozók elsősorban a remélt jobb megélhetés miatt döntöttek a költözés mellett, s egyre többen próbálnak külföldön munkát találni. Temetők, kultúrált emlékhelyek.
5 éven belül minden temető parkosított, kerítéssel, körbevett utakkal, vízvételi lehetőséggel, WC-vel ellátott kulturált emlékhely lesz, feltéve, ha a temetkezésről szóló nemrégiben megjelent jogszabályok az elsőtől az utolsó betűig megvalósulnak. A hiányosságok pótlására kötelezett önkormányzatoknak nagy anyagi megterhelést jelent a törvény teljesítése. Részleteket a holnapi Dunántúli Naplóban olvashatnak. Kárpát-medencébe továbbra is hideg, nedves léghullámok érkeznek, jelentősebb változás csak péntektől várhatunk. Éjszaka erősen felhős lesz az ég, ismétlődő esőkre, záporokra számíthatunk. Megerősödik a légmozgás, hajnalra a hőmérséklet fagypont közeléig csökken. Holnap eleinte borult marad az égbolt, újabb esőzések várhatók, majd késő délutántól lassan felszakadozik a felhőzet és megszűnik a csapadék. Megélénkül a keleti szél, a hőmérséklet csúcsértéke 5 és 8 fok között várható. A forma és a minőség egysége. Keresse fel a Balaton bútorgyár RT Pécsi mintaboltját, ahol megtekinthető az étkezőkön kívül közületi modelljeink kínálata is. Komplett szállodaszobák, dohányzóasztalok, ülőgarnitúrák, variálható tárgyalóasztalok, karszékek, rendezvényszékek magyarországi legnagyobb választéka. Szállodák, irodák, közintézmények berendezésénél keresse a Balaton bútorgyár RT-t. Azon ön is velünk a születésnapját ünneplő Konzumáruházban, vagy otthon a képernyők előtt. November 12-én pénteken szülinapi eseménysóra invitáljuk Önöket, ahol az áruház rendkívüli nyitvatartással, sztár vendégeket és hihetetlen árakkal várja hűséges és új vásárlóit. Apropó akció! A Pécs TV éjszakában nyúló élőadásából óránként megtudhatják, mely termékeket lehet zavarba ejtő akciós áron megvásárolni. Higgyék el, ezért érdemes fennmaradni. Nézzék a Pécs TV műsorát és jöjjenek el november 12-én pénteken a 23 éves Konzumba. Skálázzon Ön is velünk, éjfélig! Kárpótlási jegytulajdonosok, figyelem! Csak a suláknál. Vásárlása esetén 100%-on beszámítjuk kárpótlási jegyét egyes szőnyegeknél, amíg a készlet tart. Készpénzfizetéssel történő vásárlás esetén nyomott mintás habalátítás filcpadló szőnyeg nettó 290 forint per négyzetmétertől, 2x3-as szeges szőnyeg nettó 3190 forinttól. Gyorsított helyi ügyintézéssel áruhitel akció. Pécs, Verseny utca 23. Ne feledje, kárpótlási jegyét csak a sulák üzleteiben válthatja szőnyegre. Ha a meghajtott kerék ugyanaz, mint a kormányzott kerék, az komoly nehézségek forrása lehet. Ezért terveztek minden BMW-t úgy, hogy a kormányzás az első, a meghajtás a hátsó kerekekre hasson. BMW. A vezetés élménye. Győződjön meg róla személyesen! Schneider Auto Health Kft. Területi márkakereskedés és szervíz. Pécs, Buzsáki utca 1-3. Telefon 72-es körzet 539 000.
Apró dolgok tesznek bennünket igazán szépé. Például egyedülálló narancsszínű bankkártyához csak nálunk juthat. Kereskedelmi és hitelbank, lakossági bankszámla, egyedülálló tulajdonságokkal. Ingyenes Sinus Maestro és Fotex üzakártya és ajándék CD, csak ha KNTH bankszámlát nyit.